Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát könnyű egy nyári este lesz ez, könnyű süteményeket ajánlunk először, majd ezt követően némi olvasnivalót Önöknek, és nagyjából ebben a sorrendben is haladunk a névjegyekkel, és ismerjük meg az elsőt. Zila László aranykoszorús mestercukrász 2010-ben az év gasztronómusa. Négyszer készítette el eddig az ország tortáját, a húsmentes kolbász feltalálója. Cukrászati technológiai újításai vannak, cukrászdát és kávéházat üzemeltet. Felesége és három gyermekük is a családi vállalkozásban dolgozik. Filozófiája a hagyományos kézműves munka becsülete és a megújulás igénye. Elmondtunk mindent? Jó estét kívánok. Hát akkor hagyhatjuk is a többit. Hát azért ennél ez bonyolultabb nyilván. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hadd kezdjem én messziről. Mi a csodának foglalkozik egy cukrász mondjuk kolbásszal? Hogy kerül a csizma az asztalra, hogyha ez ide jó hasonlat? Ez úgy, hogy az édesapám a szentes volt. Itt volt Kőbányán egyébként, az egész család itt kezdte a pályafutást. Az Alka Máté téren volt húselosztónak a vezetője, és nekünk gyerekeknek meg kellett tanulni a hentes szakmát is, amikor oda került, és kisebbek voltunk, és én megtanultam a disznófeldolgozást. A mai napig saját magam készítem a grillkolbászt a kávéházban. Vettem is egy hidraulikus töltőgépet, nosztalgiából, úgyhogy meg kellett tanulni. Aha. Tehát akkor nem elég, ha az ember ahhoz ért, amit igazán csinál, mert az élet hozhatja úgy, hogy ezer minden másra van szükség. Igen. Itt a jó példa, de a húsmentes kolbász, az micsoda? Az? Én nagy kolbászfogyasztó vagyok, így jelen a sült kolbászból nagyon komoly tételeket tudnék elfogyasztani, de ilyet nem ennék szerintem. Ennék? Biztos, mert amikor a országtorta volt a köles, a kecskeméti barackos köles, akkor kitaláltam azt, hogy a grillbe készítek húsmentes köles kolbászt. És ez nagyon jól sikerült. Tehát annyi volt, hogy hagymát ledinszteltem, megfőztük a kölest, a párolt hagymával összekevertem, szárított zöldséget raktam bele, citrom, reszelt citromhéjat, gyömbért, fehér borsot, és ez olyan nagyon jó ízű valami volt, hogy a vendégek nagyon szerették. Ez elsőre sikerült? Igen, igen. A torták is ilyenek, hogy elsőre sikerülnek? Hát az nem mindig. Az egy hosszabb folyamat, sok kísérletezés, mire a végleges formát meg lehet kapni. Hát akkor ez egy jó munka, folyamatosan kóstolgatni kell. Hát az nem így van, mert cukros vagyok, úgyhogy limitáltan lehet csak, és a cukor szintet ellenőrizve. Hát akkor hogy dolgozik? Most függetlenül attól, mennyit kóstolhat. Kitalál egy olyan ízt, ami nincs a piacon, és körülnéz, hogy tényleg nincs-e, és akkor az az újítás, az illaféle új torta, vagy az élet adja, tehát ül az asztalnál, eszik valamit, és hát ilyen tortát még nem is ettem. Hát sokféle tortát készítünk, és mindig van, amikor csapattal is dolgozunk, csinálunk, elképzeljük, hogy mi az az összetevő alkotó elem, amit szeretnénk, és akkor utána elkezdünk vele dolgozni. Általában könnyebb krémeket szeretik, tehát főzött krémet szeretik, a felverteket, nehéz felverteket, amiben egész más gyümölcs, magféléket lehet belerakni, és akkor így összerakjuk a ízeket, és akkor utána elkezdjük az arányokat vizsgálni, és akkor az arányok az olyan 2-3 kísérletezésre azért ez nem úgy van, mint a nagy csoki gyárakban, hogy van egy laboratórium, és akkor ott elmélyült és nagyon gondterhelt emberek méricskélnek, és valami lesz belőle? Hát nem, mert nyilván, hogy nekünk különböző anyagot meg kell vizsgálni, hogy mi az összetevőbe arányokat, mennyit kell belerakni, hogy az íz domináljon, ne vigye el túlságosan a krémnek az ízét, jellegzetességét megőrizze, vágható legyen, kezelhető legyen, tehát ez sokféle összetevője. Ki mondta először, hogy jó cukrász? Emlékszik arra, amikor valaki, hogy odaállt a kezem elé, és azt mondta, fiam, ez jó lesz. Hát én nem szoktam magamat így méretskélni, vagy inkább szerintem ezt másoknak hagyom. Tehát én azt mondom, hogy inkább a gyakorlatba kell bizonyítani, mint hogy beszélni róla. Jó, ezt én értem, de hát olvastam, hogy nem is a saját ötlete volt, hogy cukrász legyen, hanem édesapja mondta, hogy menjen cukrásznak. Hát mert
azért egy ilyen szülői tanács az nem mindig sül el jól. Tehát az kell egyfajta biztatás is, hogy ez tényleg jól fog működni. Hát, ez tudja. Hát az igen, igen. Hát ez úgy volt, hogy vendéglátásban dolgozott az egész család, és itt érdekes módon Kőbányán. Tehát itt a Körös-Csoma úton volt a termelő, a bátyám is a maketesbe, a régi maketesbe dolgozott. És hát amikor oda került, hogy bátyám szakásnak ment, 4 évvel idősebb, akkor mondták, fiam, akkor te legyél cukrász. És akkor cukrász. 14 évesen nehezen tudja az ember elképzelni azt, hogy valójában mit szeretne. De volt valami másik vágya, hogy mit szerettem csinálni sütni, inkább? Nem, szerettem sütni már korábban is. Tehát akkor tehát jól, vannak gyerekek, jól érezték, igen, hogy ez a jó van, irány? Így van. Tehát a gyerekek azért lehet látni, hogy már kis gyerekkorában ott szeret sertepert érni a sütőnél, vagy anyunál, és akkor, tehát szerintem, és akkor ez ilyen vendéglátós családból kialakult, hogy akkor... A bátyával sosem betélkedtek, hogy ki lesz a sikeresebb, vagy kinek lesz először saját üzlete, vagy hát ugye egy másik irányban indult. Együtt kezdtük el Kőbányán. Tehát itt a Gergely utcában neki most megvan a Zila vendéglő. Valamikor azt 1978-ban pontosan együtt kezdtük, mint pecsenyesütő. És akkor voltak egytálételeket, főzögetünk, tehát akkor így állt hozzám közel, hogy ugye hentes alapon megtanultam a húsfeldolgozást, és utána főzni is megtanultam, és ezért mertem belevágni a kávéházba, tulajdonképpen, hogy étterem rész is legyen, és hát az is jól működik. Meghallgatjuk a bátyját, jó? Ez a mi kis meglepetésünk. Ah. Megkérdeztük a véleményét. Milyen ember? Nézem, mint Zila. Egy nagyon jó szakember, jó szívű, és mindenre nyitott. Úgy a családon belül, családon kívül is. Ennek ez a lényege, hogy mink egymás mellett lakunk. De úgy az egész család. Az ő gyerekéből a Kriszta, szintén ott lakik, a Tamás ott lakik, a keresztfiam az meg pár utcával Lőrincen odébb lakik. Esténként, amikor úgymond hazaérkezünk, akkor kiülünk, ott beszélgetünk. Van úgy, hogy éjfélig, aztán megunjuk, fiatalok maradnak, mint meg elmegyünk pékézni. Minden, ami finom, az mind kedvence. A mi gyerekkorunk az úgy zajlott, hogy amit a muter megfőzött, az minden kedvenc volt, minden finom volt, nem válogattunk. Ezt otthonról hozzák, hogy így összetört a család, hogy mindenki szinte egy rakáson? Igen, mert ez érdekes, hogy most már családi hagyomány az, hogy amikor egyébként karácsonykor vagyunk zárva, 2 nap, akkor kell a személyzetnek is az együttlét, és húsvét hétfőn vagyunk zárva, és akkor most már rendszert csináltunk belőle, hogy karácsonykor akkor a család ossza a kávéházba összejön, nincs személyzet, akkor tényleg magunknak érezzük az egészet, és akkor mi magunkat kiszolgáljuk, főzünk, és a gyerekekkel, unokákkal már Istennek, hogy úgy együtt vagyunk a karácsonyfa alatt, és akkor ez jó érzés. Utána pedig a bátyámnak a lányánál örömmel szoktunk húsvétkor összejönni, és ott is egy ilyen családi együttlét. Az, hogy a saját gyerekei is ezen a pályán mozognak, sőt, hát ugye a családi vállalkozásban fontos szerepet látnak el, az üzleti kényszer volt, vagy ugyanúgy apa megmondta, mint ahogy önnek megmondta hajdanában az édesapja, hogy cukrász legyen, hogy ki merre induljon? Hát túl nagy a cég maga, és a gyerekek maguk választották, hiszen a nagyobbik fiam az közgazdasági egyetemet végzett, a gazdasági részben tud dolgozni, könyvelésben a tortaformákkal dolgozik. Na, de egyébként ő is cukrász. Elvégezte, igen, de nem olyan mértékben, hanem ilyen egyéves tanfolyamon elvégezte. A lányom az a komolyabb vendéglátást, hiszen ő cukrász végzettsége van tanfolyamon, felszolgálói végzettsége, és ő végigjárta azt a szamár létlát, hiszen kezdte a pultba, utána kezdte a mixbe,
utána felszolgált, fizetőpincér volt, és üzletvezető. Megkérdezte azt tőlük valahogy, ők ezt szeretik-e? Vagy hogy ez egy ilyen családi kényszere az életükben? Szerintem szeretik azért, mert ebben a házban öröm dolgozni. Tehát az, hogy az ember minden nap, tehát én minden nap reggel 7-től este 10-ig vagyok bent, és együtt vagyunk a családdal, nem igazán szoktunk nagyon vitatkozni. Tehát vannak, hallom azt, hogy sok helyen összeférhetetlenségek vannak, nálunk ez nem jellemző. Van 4 országtortája, meg egy cukormentes ötödik. Igen. Most már ennyi idő után tudja, hogy mi a jó torta titka? Hát igen, mert tényleg változnak a technológiák, változnak az embereknek az ízlésük. Az országtorta túlnyomó részt hungarikumokból állt. Tehát hungarikum ugye volt, a madártej az első, az ilyen hirtelen volt, tehát nem sok idő volt felkészülni, de a Pándi megy, a Szatmári Szilva, a Kecskeméti Barackos, ezek mind ilyen hungarikum gyümölcsök, és ez köthető a tortáknak az ízvilágába. Azt egyébként mi is szeretjük, amiket ezek képviselnek, vagy a kettő együtt alakult ki, tehát hogy attól, hogy lett egy elnevezése, hogy ő az ország tortája, ettől ugye kíváncsiak lettek az emberek, és hirtelen vitték, vagy ez úgy egyébként is meg lenne? Van benne igazság, mert nagyon nagy a média háttér, tehát már augusztus 20-a előtt elkezdődik a szakmai zsűrének, tehát itt csak kézműves cukrászok indulhatnak, és olyan kollégák, mesterek zsűrizik, hogy nincsen az, hogy most ott mutizás. És hát tulajdonképpen nyilván, hogy ezek az országtorták nagy érdeklődést váltanak ki, hiszen 20-a előtt azért már a médiákban, tévében lehet tudni, az emberek már várják, hogy mikor lehet megkóstolni. Tehát szerintem a médiának is köszönhető. Nagy az irítség a szakmában? Hát már megint az Ila nyer. Nyilván hát van egy ilyen felhang. Most már egy pár, de tehát most már az utolsó pár évben azért nem, és nagyon indulok, nem az irítség miatt, mert az ember nem ezzel kell, hogy foglalkozzak, hanem azért, mert eleget nyertünk, és bár most 20-án szintén kint leszek, és a kollégákkal együtt olyan 25 000 szelettel készülünk. Mennyivel? 25 000 szelet. Az mennyi idő alatt készül el? Hát ez olyan 5-6 cukrászdából hozzuk, az olyan 5-6 000 darab szelet fejenként. De hát az egy cukrászda életében, amelyik nem ipari termelésre gyárt, tehát az irgalmatlan. Hát igen, ilyenkor éjjel-nappal, igen, kemény. Hiszen azért nem lehet annyira előre készülni vele. Tehát komoly megterhelés. Azt lehet követni, hogy mitől változik az ízlés? Nyilván 30 év alatt, amióta a cukrászdája megnyílt, azóta sok minden változott. Minden. Változott a kor, változtak az alapanyagok, változott a világ körülöttünk, járjuk mi magunk is, igen, a világot, tehát egy csomó benyomás éri az embert, magát is. Azt lehet tudni, mit miért, és éppen akkor mit miért szeret a magyar? Hát ezeket a hungarikum gyümölcsökkel mindenféleképpen, de most már inkább a könnyebb krémes, tehát a tejszínnel készült termékeket. Régen a vajkrémes torták voltak. Azt mondhatjuk, hogy annak volt a hagyománya? Igen, igen, igen. Tehát a tömény nehéz vajkrémes dolgok. Addig, ameddig, mikor én indultam, akkor forint volt egy gombóc vagylalt. Akkor volt a sajnos puncs, még emlékszem én is. Vanília, puncs, rumos dió, citrom, tehát sok csokoládé. Tehát sok fajta nem volt. A süteményekből krémes, azt rengeteget készítettünk, ekler, francia krémes, albán krémes, piramis, dobostorta. Hát itt álljunk meg azért a dobostortán, hál' Istennek most született egy törvény, hogy hungarikumnak lesz minősítve, és nem lehet a dobos nevet csak úgy felhasználni, hogyha az eredeti dobos receptet használják. Ezt úgy is akartam kérdezni, én jártam a Keltembe, egy csomó helyen találkozom azzal a felirattal, hogy ország tortája, és akkor azt próbálják adni, amivel ön mondjuk nyert valamelyik esztendőben. Istenem. Azt lehet? Hát ez így van egyébként, hogy... Tehát a receptet közé teszi, és akkor bárki csinálhatja? Nem bárki, hát itt ugye a honlapra föl van jelentkezve kézműves kollégáknál,
és akkor a minisztériumnak a honlapján is fönt van, hogy augusztus 20-án melyik cukrászdában található az országtorta, és az az országtorta, aki azt megnyerte, publikálja a receptet, fotókat szoktunk, hogy azért egységes legyen, és kötelező betartani a receptet. Tehát akkor tulajdonképpen nem vagyunk becsapva, hogyha bárhol az országban országtortáját esszük, még hogyha nem is például a zilaféle országtortája az eredetiben. Sokan vannak azért úgy, és most nem bántásként, de azért mindenki hozzáférhet a recepthez, hogy elkezdenek egy kicsit olcsósítani rajta, és az már nem ugyanaz. Sokszor találkoztam ilyennel, hogy nem azt a receptet, de azt a nevet használják föl, ezért szerintem most próbálkozunk levédeni is. Tehát, sok rossz sütit lát? Nem tudom, sok rossz sütit kóstol-e, de azt gondolom, hogy a cukrászdánál látványból is sok mindent megítél. Hát vidéken nyilván más a fizetőképes kereslet, tehát az anyagi befolyásolja azt, hogy milyen minőségi alapanyagokkal, hogy a csokoládé az valóban csokoládé legyen, vagy túlmassza, az nyilván egy egész más minőség. De hát igen, sokszor találkozok vele, és sokszor mondják azt, hogy hát mi nem tudnánk ezt eladni, vagy nincs rá fizetőképes kereslet. És ez igaz? Hát vagy ez mindig, egy mentség? Én szerintem részben mentség is, mert én azt mondom, hogy inkább legyen kevesebbet, de minőségét. Tehát a tömegterméket meg lehet a multiknál találni, tehát azokat a csomagolt süteményeket, aminek nem az számít, hogy csak édes, meg habos legyen. Tehát más a színvonala. Az előzetesben, amikor a névjegyét ismertettük, mondta, hogy már mindent elmondtunk, hát akkor térjünk ott vissza egy mondatra, a feltaláló kifejezésre. Az ember azt gondolná, hogy hát persze feltalálna, mindenféle édességeket kitalál, ilyen cukrás sütemény, ez az amaz. Kitalált egy torta formát. Annak mi a veleje? Az miről hát, szól? Többet is találtam ki, tehát több formáról van szó. Jó, egy technológiát egy akkor így fogalmaznék pontosabban. Egy szilikon forma, ami 5 évi munkám volt. Az alapgondolata az volt, hogy hogy lehetne egy olyan tortát készíteni, ami hasonlatos a bombonhoz, illetve a tányér desszerthez, hogyha belevágok, akkor folyékonyan kijön az öntet. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogyha ostyából sütnék egy olyan formát, beleraknám a tortának a szelet közepébe, azt megönteném öntettel, de akkor jött, hogy az ostya elázik, akkor azt a csokival áthúzom, akkor azt úgy, és akkor megcsináltam rozsdamentesből, hogy megcsináltam a tortát, betöltöttem, és rozsdamentes eszközzel kinyomtam a térfogatát annak, ami a korpusz. Hát valahogy működött, és akkor onnan jött az ötlet, hogy mi lenne az, hogyha szilikon lenne, és fordítva kezdeném el tölteni. Tehát visszafelé kezdem el tölteni, és a krémben maga a vágása benne van a tortaszeletnek, illetve az a mélyedés, ami a folyékony önteteket lehet kitalálni. És akkor elkészítettem a 12 szeletes, 8 szeletes formát, a háromszöget, kis háromszöget, a kockát. Ezek a torták, a kerekek inkább a cukrászdák, illetve a 8 szeletes az a éttermek konyhai állakártos résznél lehet használni a köretként, és akkor a kockák meg a háromszögek az meg az éttermi büfé asztalnak a süteményes kis egyforma süteményeket. De hát erre például költeni is kell, tehát ez nem úgy születik, az ember felül az ágyban és ott van a szilikon mellette. Hát, igen. Tehát ez évek munkája volt, gipszből kiformázva, csiszolva, lelakkozva, két komponensú szilikonból levettük a formát, ugye az tömör volt, nem volt süthető, mert ugye a süthetőnek nem adja át a hőt, és akkor ezek a tömörből elkészültek, megvoltak, akkor szerszámot kellett készíteni, tehát meg kellett tanulnom a szilikongyártást, gépet kellett néznem hozzá. Hát akkor van egy új szakmája tulajdonképpen félig meddig. Igen, mert én magam gyártam a szilikonformákat is, tehát én nem adtam ki, volt megkeresés Olaszországból, hogy vigyük ki gyártani, de azt mondtam, hogy az jó ötlet, csak hát azt én nem tudom ellenőrizni. Volt egy innovációs... Az fontos, bocsánat, közel, az fontos, hogy mint hogy a tortáknál, hogy kézben tudja tartani azt, amit az ön nevéhez kötnek? Tehát, hogy nem engedi el ezeket a dolgokat? Hát igen, mert én büszke vagyok arra, hogy a magyar gasztronómiában ezt a világon egyedülálló eszközt létrehoztam. Ez világszabadalom most már? Európa, Amerika, Kanada, Ausztrália. Tehát le van védve.
3 nemzetközi kiállításon voltunk, és 55 országban. Szaúd-Arábia, Egyiptomtól kezdve Japán, Kína, hát Kínába lehet, hogy másolni vitték, de mivel, hogy le van védve, azért nem gondolnám, hogy be tudnak jönni piacra vele. Erről van tapasztalata sok-sok világcégnek is, de ebben most nem menjünk bele. Én mondtam, hogy szinte dinasztikus az, ahogy most felépült az elmúlt pár évtizedben az önök cukrászdája, most már kávéháza, hozzá étterme. Lehetséges ma Magyarországon egy dinasztiát, egy cukrász dinasztiát akár megalapozni és hosszú évtizedekre, akár évszázadra előre nézni? Hát ez szerintem az utókor fogja nyilván, amit az ember nem ér meg, de az már bizakodással tölt el, hogy már ez unokám az fiú, tehát a név szerint folytatódik. 3 családban, ugye azt említettem, 2 fiú és 1 lánya, a kisebbik fiam is szakácsnak tanult, tehát olyan nagy ez a ház, és 55 fővel dolgozunk, plusz 36 tanuló van 3 szakmából, hogy én szerintem van ennek egy szépsége, hogy az ember ezt tovább vigye. Azt tudom, azt egy másik műsorban említette, hogy az titok, hogy most ebben az évben az ország tortája versenyre mivel indít. Nem milyen, mondhatom milyen meg, igen. Terméket már nevez majd, de nagyon különlegeset akart, nem vagy egy valami ismer. Nagyon a mostani, szépen. A mostani, ami, azt nem én nyertem egyébként. Nem, hát most, ami majd ugye augusztus 20-án aktuális lesz. Ez egy ismert név szerinti termék, használják éttermek is, meg sok helyen, nálunk is van. Hát ez most torta formájában lesz. Igen. Azt mondja, hogy az unokája fiú, tehát a Zilla név. Áron, igen. Áron viszi már tovább a nevet. Hát ez az kell, hogy cukrász, vagy legalábbis éttermes legyen. Nem erőltetem egyébként. Ezt akartam kérdezni, hogy nem gondolom. Nem lesz ilyen nyomás rajta? Nem. Ezt vinni kell a tovább? A gyerekeimnek sem volt. A 2 gyerekem azok egyetemet, főiskolát végeztek, a kisebbik fiam az nem volt annyira érdekelt abban, hogy annyira szeretett volna tanulni, ezért szakmunkás. De hát ő egyébként, ő egy rendkívül gyakorlatias ember, tehát teherautót vezet, fagyit kever, tehát sok mindent. Nemzetközi kiállításokra elmegy egyedül nagy hűtőkocsival, viszi a standunkat, fölépítik a gyerekek, tehát sok segítség így. Mindenkinek megvan a dolga a rendszerben. Feladata. A apának pedig az a dolga, hogy finomabbnál finomabb tortákat és tortaformákat kitaláljuk. Igen. Az a jó nekünk. Igen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Pillanatokon belül folytatjuk.